most attól függetlenül az elején kevesebb játék lehetőséget kaptam, ahhoz képest úgy nagyjából megállom a helyem ebbe a ligában, tehát fontos szempont volt az, hogy mindenképpen előrefelé lépjek, a másik szempont az, hogy olyan helyre lépjek, ahol van reális játék lehetőségem arra, hogy játszak. Ugye ezért választottuk a Fürtöt, mert ez mind a két szempontnak megfelelt, és nyilván ugye az ember törekszik minél jobb csapatokban játszani, illetve minél többet kihozni magából a karrierjéből, úgyhogy szerintem ez egy jó lépcsőfok lehet, illetve lehetett nekem a karrieremben. Az, hogy mennyire jött be, most nyilván ugye az ember a hétköznapjait is nézi, úgyhogy itt azért voltak problémáim, úgy beilleszkedés, ugye más kultúra, más ország, más nyelv, úgyhogy ugye kell az embernek egy kis idő, de úgy érzem, hogy most eltelt egy év, azóta így megtaláltam a helyem, jól érzem magam, csapattársaim is elfogadtak, úgyhogy szerintem nem volt hibás döntés ide igazolni. Az nagyon jó volt, most is pont találkozunk ilyenkor, azért jó látni az arcát, meg tényleg nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Voltunk is, ugye Újpesten együtt játszottunk, tartottuk a kapcsolatot szinte végig. Ugye amennyire így a többi csapattársammal tartom a kapcsolatot vele, azért úgy kimondottan jó viszonyom volt mindig, úgyhogy nagyon sokat segített az elején, illetve nem csak a pályán kívül is, kommunikációban, ugye megértsem a feladatokat, megértsem azt, hogy az edző mit akar elérni ezzel a feladattal, amit éppen csinálunk, úgyhogy nagyon jó volt, hogy ott volt. Illetve azért a másik oldal az, hogy ugye mivel ő ott volt, ezért viszonylag kevesebbet voltam rákényszerítve arra, hogy saját magam oldjam meg a felmerülő problémákat, de ugye ez a nyelvvel, a játékos társak megismerésével azért így sikerült egy idő után. Ha megnézed az ilyen vezéreket, illetve a gondolkodóbb játékosok, azok inkább közepén játszanak. Most nem azt mondom, nyilván szélsők is fejjel játszanak, de ugye középen van a csapat motorja, a csapat esze, úgyhogy hát igyekszem arra, vagy törekszem arra, hogy amit az edző elvár, azt ugye a csapat minél jobban megvalósítsa, és nyilván ehhez kellenek középen olyan emberek, akik tisztában vannak, hogy mi miért van. Nyilván a legjobb, hogyha az egész csapat érti, de szerintem a közepén vannak a legfontosabb emberek, ezért pont ebből volt az elején problémám a nyelv miatt, viszont most úgy érzem, hogy ez sikerült ezt a problémát áthidalni, és pozitív képpel tekintek ilyen szempontból a jövőre is. Bravo! Bravo! Hát nyilván fontos, hogy ki mellett játszik az ember. Olyan szempontból viszont nehéz, hogy nem csak a belső védő páros, hanem akár a szélső védő, akár az előtted játszókat tud, hogy mit fog különböző szituációkban dönteni, illetve tudni azt, hogy mik az erősségei, mik a gyengéi, esetleg kicsit mögé tolódni, vagy tudom azt, hogy mit tudom én, a KD jó 1-1-be, akkor nem kell annyira kimennem mögé segíteni, a közepét jobban le tudjuk zárni, úgyhogy nyilván fontos az, hogy együtt játszunk, illetve az, hogy a Roli egy vezéregyéniség, tehát ez nem kérdés, de mi az, amivel én tudom az ő játékát segíteni, illetve mi az, amivel ő tudja az enyémet, és ehhez kell egy-két meccs, szerintem, hogy együtt játszunk, hogy ez kialakuljon, mert edzésen hiába gyakoroljuk a 11-11 elleni játékot, az a teljesen más szituáció, mint a meccsen, amikor ugye döntéskényszer van, amikor ne adj Isten, egy hibából akár gól is lehet, úgyhogy szerintem ez főleg a védelemben nagyon fontos. A másik dolog az, hogy nem csak a védelem védekezik, hanem az egész csapat. Úgyhogy ha megvan ez a csapatnak az egész jól működő egység, ami ugye segít megakadályozni az ellenfelet, illetve abból mi át tudunk menni gyorsan támadásba,
ez kell, hogy úgy funkcionáljon, hogy eredményesek tudjunk lenni. Szerintem ez stílus függő, mert például Norvégiában rengeteg ugye fejpárbajt kellett vívnom, rengeteg védők mögé berúgott labda volt. Most, ha hiszitek, hanem ott többet játszott, többet voltam én játékban, többet tudtam a saját magam erényeiből megmutatni, mert ugye a bajnokságból adódóan ott nagyobb területek voltak a védelem, a középpálya között, úgyhogy nagyobb területek voltak, hogy belépjek. Ebben a Fürdben játszok, itt most annyira szisztematikusan fel van építve a csapatjáték, hogy erre kevesebb lehetőségem van, úgyhogy tényleg egy-két érintő minél gyorsabban kivinni a szélére, illetve átforgatni a játékot, úgyhogy ilyen szempontból az én játékom is kicsit így le van butítva, illetve inkább úgymond le van egyszerűsítve, ugye minél gyorsabban az ellenfél védelme mögé kerülni, illetve az ő középpályás soruk mögé, és akkor ott tudjunk labdát tartani, illetve játszani. Úgyhogy nyilván, hogyha akár ebben a ligában elmennék egy másik csapatban, látom a stílus jegyek közti különbséget, még csapatok között is, úgyhogy ez szerintem edzőfüggő, illetve csapatfüggő, hogy mit vár el, de nemzetközi szinten én is úgy látom, hogy egyre többet lépkednek be a belső védők, egyre nagyobb szükség van a belső védőnek arra, hogy technikailag jól képzett legyen, illetve jó megoldásokat válasszon ő is hátulról. Szerintem egy focistának az, hogyha kimegy 50 ezer ember elé, vagy nem tudom, és hányan lesznek éppen, az ugye ad egy olyan fajta drukkot belülről, hogy ennyi embernek meg tudom mutatni, illetve ezt az egész ország nézi ezt a meccset. Úgyhogy ez igazából úgyse érted, hogy mit mond a román szurkoló ott a lelátóról. Most ugyanez, mikor mit tudom, mi játszunk idegenbe, egy Düsseldorf, vagy akárhol, ahol 40 ezer, 50 ezer nézők vannak, hogy ugye egész héten készülsz valamire, amit nyilván a meccsen szeretném megmutatni, hogy jó fel vagy készül, illetve tudod azt, hogy mit miért csinálsz, és ott nem tudsz azzal foglalkozni, hogy éppen ki mit kiabál be, vagy éppen a tavalyi meccsen ott van összeverekedtek, vagy nem is tudom, ott a román szurkolók egymás között egy észre se vettem, csak a meccs után hallottam meg. Nyilván ez egy jó esik az embernek, mikor hallja a magyar hangokat a lelátóról, de különösebben nem tud arra koncentrálni, mert ugye minden egyes pillanatban megvan az, hogy most nekem éppen nálunk van a labda, akkor is minél jobban lezárni azokat a területeket, éppen elveszítjük a labdát, hogy nehogy kontroll legyen belőle. Úgyhogy én nagyon szeretek sok néző előtt jó pályán, jó stadionban játszani, úgyhogy szerintem ez egy akár pluszt is tud nekünk adni.